Jó reggelt kívánok! Ez itt az EVTN Kids, avagy a nagy család kis közösség, ahol a gyerekek állnak a középpontban. Ma is minden róluk szól, ami fontos vagy aktuális téma, amikről beszélni kell. A mai napon például közéleti témákkal, hitéleti kérdésekkel, könyvbemutatókkal, könyvajánlókkal, és a gyerekek kedvencével egy kis palacsinta sütéssel várjuk Önöket, utóbbit meg épp ebben a pillanatban el is kezdjük Madocsai Bea kolléganőmmel. Ha tudnak, maradjanak velünk egész délelőtt. Szia, Bea! Szia! Jó reggelt! Itt megbújsz mellett. Igen, igen, itt lesben állok, mert már nagyon készülök a palacsinta sütésre. Sok vendéged van, és a stábnak is mindig jól jön egy kis palacsinta. Szerintem ez a biztos, a palacsinta. Szoktál palacsintát sütni egyébként? Szoktam, nem túl sűrűn. De... Milyen időközönként? Hát amikor megkívánjuk. Mert ez a palacsinta a legjobb. Tehát azért egy-két tojás mindig van a hűtőben, egy kis liszt van, a többi meg csak adódik hozzá. Hát van egy kis 9 hónapos unokád. 10 most már. 10 most bocsánat. Már. Rég beszélgettünk. Jó, van egy ilyen... Tedd csak fel, én nekem most az outfitem, mert nem annyira ég. Igen, ezt fölveszem. Szép tiszta. Hát, mindig minden nagyon tiszta. Szóval... Te hogy kezded a palacsinta sütést általában? Én általában úgy kezdtem, hogy kezet mosok, sőt, most még azt is javaslom neked is, meg nekem is, hogy egy kicsit segítesz, hogy tegyünk egy kis fertőtlenítőt. Most ezekben az időkben nem is annyira árt ez, hogyha mindenki otthon. Legjobb a szappanos kézmosás, csak most nem akarunk itt csörögni. Így van. Na, ez izgalmas lesz, mert nekem ilyen indukciós tűzhelyem nem... volt korábban, úgyhogy én nekem majd sem. Fölfedezzük, hogy hogyan működik. Itt egy óriási tál, én ezt az nagyon ide jó. Tenném neked. Tegyük ide. Én is segíteni fogok, itt van megmosott tojás. Tegyük egy kicsit elébb. És maga a liszt. Nem tudom, ez úgy tűnik, mintha kevés lenne, de azt hiszem, hogy ez egy fél kiló, ugye? Ez egy... Hát figyelj, szerintem minden háziasszony úgy csinálja... Beleönthetem. Az akkor biztos. Hát én egyébként úgy szoktam, hogy a tojásokat föltöröm, és pont ezen gondolkoztam, elég kicsi tojások, hogy valahogy tovább adódik mindig a generációkon keresztül valami, ami a mi családunkban az, hogy nem hagyunk be, szoktam nézni az ilyen sztárséfek, egy félkézzel, ugye, félkézzel, már dobják is, és nálunk pedig édesem mindig mondtam, amikor kislány voltam, és segítettem. És ki kapirgálod, ki? Mert szerintem ez még a nagymamám a háborús tapasztalataiból, utána meg egyszerűen csak a spórolós, szóval nem dobunk ki semmit, és mindig mondta nekem édesanyám, hogy a kislány voltam, hogy ez mindig szépen ki... szóval nem hagyunk ki kell kapirgálni, ennek csak nem az az egyetlen benne. Veszélye, hogy néha napján a tojásnak a héja, már bocsánat, hogy így belenyúlok, de ott van a héja. Ott van. Úgyhogy ki kell azt venni, jó. És még van ott egy kicsike. Igen. Jaj! Majd valamiben megszörlöm a kisztemát. Villával szoktam, de ez is jó. Tehát, és aztán szerintem legtöbben úgy csináljuk, nem tudom, hogy te úgy vagy vele, igen. Hogy úgy szemre, ugye, hogy mennyi lisztet, mennyi tejet, és akkor egy kicsit híg, akkor egy kicsit még lisztet, aztán kicsit sűrű, akkor meg egy kicsit. És ezek vajon milyen tojások? Én azt hiszem, hogy ezeket pont a... kollégám, a Csúcs Zoli hozta otthonról a saját tyúkjaiból. Majd kijavít jól, hogyha nem mondtam jól, de szerintem sem a kis tyúkocskái... Nem, mert többféle tyúkja van, tyúkjai vannak. Én szerintem azzal kavarázd össze. De nem, most még azt a... Oké, szerintem többféle tyúkja van. Van sima egyszerű, van gyöngytyúkja talán, de majd kijavít. Majd kijavít, hogyha rosszul mondtam. Nos, és akkor te ennyi tojást teszel? Képzeld el, én a palacsintához egy, maximum két tojást tettem. Igen, most eddig. Szerintem azért készítettek ide nekünk ilyen sok tojást, hogy sok palacsintát szeretnének enni a kollégák. Másrészt azért, mert kicsik a tojások. Kicsik, tényleg ez igaz. Úgyhogy akkor most összekutyuljuk. Igen. Képzeld el, Bea, nekem volt egy ilyen időszakom, amikor nem akart sehogy se sikerülni a palacsinta. Mindegy volt, leragadt mit csináltam. Mindig? Leragadt, nem jött föl, túl sűrű volt, túl folyékony volt, kevés liszt, sok cukor, egyáltalán nem kell cukrot tenni bele, hát persze. Hát azt nem kell, viszont egy csipet sót szoktak tenni, most azt nem tudom, hogy
Nekünk van ez. Elkezdem én ezt. Légy szíves, én ezt belecsurgatni, úgymond. Jó, meg akkor a tej. A tej is itt van. És képzeld el, én mindig szódát szoktam beletenni, hoztam, és az ott kint van a kancsóban, de... Kicsit már kiment, hogy beszéltem francia ismerőseimmel, akik szódavíz helyett sört szoktak beletenni a tésztába. Na, de vajon abból is milyen sört? Barna sört, vagy búza sört? Teljesen mindegy, ezen fölbuzdulva, amikor nem volt otthon se szóda, se sör, semmi, akkor egy kis szénsavas üdítőt találtam. Megcsinálom én ezt, igen, segítségedre vagyok. Igen, most nem akarom túl hígra, most azt mondtad, hogy te szereted, hogyha ilyen rakott, vagy rakott palacsinta, azért palacsintatorta van. Igen, szerintem legyen belőle egy palacsintatorta, azt hiszem ez lesz. Akkor viszont én úgy gondolom, hogy nem túl vékonyra szeretném sütni a palacsintát, akkor sose lesz belőle semmi, és akkor ne legyen túl híg, hanem inkább... Te vagy a főnök. És ráadásul ugye az összes lisztet beletettük, így aztán sűríteni már csak akkor tudjuk, hogyha a kulisszák mögül hozunk még. Nem tettél még sót, ugye? Nem. Képzeld el, én egy csak sót szoktam belerakni, nem csak egy csipettel, hát attól szerintem még finomabb, ízesebb. Rakhatok még bele egy nagyon picit? Hát most... Vagy elég volt? Tegyél, amennyit jónak gondolsz, mert én most így legalább téged fogunk szívni, hogy... Mert hát ugye mindenki tudja, hogy a sós meg az édes együtt nagyon jó. Tudod, miért örülök, hogy itt palacsintát süthetek, miközben te beszélgetsz a vendégekkel? Akkor tudok hallgatózni. Jó, ürügy a palacsinta sütés. Egyébként sőt, hát néha még azt is mondom, hogy meg foglak kérdezni, mert lehet, hogy egyes témában te sokkal szakavatottabb vagy majd. Különben is ez az amerikai konyhás nappali, hát édesanyám mindig ilyenről álmodott. Na, akkoriban még az 50-60-70-es években szerintem még nyugati ilyen lakberendezési lapokban sem volt, vagy akkor kezdődtek ezek az amerikai konyhák, és én mindig arról álmodozott, hogy ő is ott lehet, ahol a vendégek beszélgetnek, ahol tudja a gyerekeket szemmel tartani, és hogy nem reked ki a háziasszony a közösségi életből azért, mert sütfőz. Én nekem nincs amerikai konyhám jelenleg, de én is nagyon csípem. És most azért nincsen amerikai konyhám, mert egy önházat vettünk, ahol az egyik főfal az a konyhának az a fal, amit nem lehet kibontani, meg szét verni. Úgyhogy sajnos most egyelőre nem nagyon úgy néz ki, hogy lesz, nem úgy néz ki, hogy lesz amerikai konyhámra lehetőség a házamban, de meglátjuk. Na akkor ez ami késik, nem múlik. Igen, szerintem be volt kapcsolva. Nem. Csak itt szerintem a hőfokot állítani kell, nem? Nem, szerintem ez be van állítva, most itt találgatunk, de... Bénázunk. Nem, ez fog ez menni, mert ezt úgy csinálják, hogy mindenki tudja. Vajá, hőmérséklet, nem? Plusz. Hát... Ugye ez az, amikor az ember nem a saját konyhájában van. A heat, ez mit jelent? Az pedig valami intenzitást, 1300. Na és akkor, szerintem ez tök jó. Na nézd, és akkor most lehet itt a hőmérsékletet. Ja nem, most ezzel ezt váltottuk, de a hőmérséklet 120 fok. Na megvan. Szerintem 120 fok. Na majd meglátjuk, hogyha nagyon leég. És te mivel szoktál? Ez sok. Olajat használsz, vagy vajat, vagy zsírt? Jó. Akkor, amikor kell? Én szoktam olajat használni. Szokták mondani, hogy ja, egy-két csepp a tésztába is, de amúgy én szoktam alá is tenni egy kicsit. Mindegyik alá? Akkor is a teflon, mert szerintem, jó lehet, hogy csak az én gyerekkori emlékeim miatt, egy kicsit jobb ízű a palacsinta, ha van egy pici alatta, szerintem. Képzeld el, hogy én már egy ideje vajjal készítem. Igen? Igen, és szerintem nekem ez nagyon bejött, mert nagyon kellemes lesz tehát ugye a vajnak van eleve egy kellemes íze, és ez a palacsintába is egy kicsit így belesül, és szerintem nagyon finom, úgyhogy próbáld ki majd vajjal is. Tudod, miért csinálunk majd tortát? Szerinted ez megy? Szerintem megy. Szerintem meg nem. És miért fog? Nem tudom. Ez nem az a hőmérséklet, 120 fok. Növésem sincs. Jó. Akkor megvárjuk, amíg forró lesz a miért nincs itt egy gázos? Itt neked milyen sütőd van otthon egyébként? Vagy milyen... Hát nekem világéletemben mindig csak gáz volt. Most a felújítás után van
villanytűzhely, de az annyira új, hogy én még ott nem sütöttem palacsintát. Úgyhogy ezt még nem érzékelt, meg nálunk valahogy látszik a piros, tehát hogy látszik, hogy ég, itt meg nem látom. Na jó. Na, szerintem most ez elkezdett forró lenni, nem gondolod? Sajnos nem. De hogy nem, nézd meg egy kicsit már így ég, és szerintem tegyük rá az elsőt. Na, nem akarlak sürgetni, de én csináljam. De az elsőt azt te, mert... Oké. Okay. Nekem eléggé erőteljes erdélyi gyökereim vannak, és az erdélyiek ezt úgy mondják, hogy híg palacsinta. Mert milyen a sűrű? Nem tudom, gondolom a lángos. Na jó, ez egy kicsit olyan lukacsos lett, de nem akarok többet. Tudod, miért jó a lukacsos palacsinta? Mert azt nem lehet, jól kifolyik a legvár. Nem azért, mert azt nem lehet a vendégek elé adni, tehát kénytelen az ember sajnos megenni. Igen. Amúgy is az első palacsintának ez a sorsa, nem? Igen. Tehát, hogy muszáj megkóstolni, hogy kellene még vele bármi. De nekem ez nagyon furcsa, hogy... Nézd, milyen sárga a házi tojásoktól. Nézd, milyen sárga. Egyszerűen lehet látni. Köszönjük, Zoli és Krisztina, hogy hozzájárultatok. És mivel forgatjuk meg? Ezzel forgatjuk meg. Forgatod? Föl szoktad dobni? Hát, én most itt ebben a stúdióban nem kísérleteznék. Jó, ezzel a tudományommal. Föl szoktam, de nem mindig sikerül. Ez nem. Nem azt csinálja, amit kellene, szerintem. Szerintem majd lesz rá mód, hogy itt a Editke kollégéna segítségét kérjük ezzel kapcsolatban. Két vendég közt esetleg ide jön és segít. Most? Úgy tűnik, hogy süti. Kitapasztaljuk. Szóval mindig így van az életben, nem az új dolgokkal, hogy ki kell tapasztalni. Jól van. Mi lenne, hogyha én magadra hagynálak? Most itt elkezdtem megjött segíteni. Megjött a vendéged? Elkezdtünk segíteni, szerintem megjött a vendégem. És akkor Carmen Krisztinával fogjuk folytatni, akivel a gyermek rózsafűzérekről fogunk beszélgetni. Jó, ez nagyszerű. Tudod, hogy már egész kis gyerekek is szokták tudni imádkozni a rózsafűzért, és élvezik is. Pont erről fogunk beszélgetni. De én arra gondolok, hogy erőltetni viszont nem szabad. Kíváncsi vagyok, hogy hol, mikor veszi észre, hogy már sok egy gyereknek az a... Szóval mikor van az a pillanat, amikor jobb nem erőltetni? Ezt majd kérdezd meg. Erről is fogunk beszélgetni. Szóval nem sokára folytatjuk ezzel. És akkor itt a stúdióban folytatjuk is Carmen Krisztinával, aki hitoktató. Szia, köszöntelek a stúdióban én nálunk. Én is köszöntelek. Mit szólsz ehhez a gyerek hangulatú stúdióhoz? Fantasztikus. Nálunk? Tavaly, amikor itt jártam, akkor egy egészen más volt, úgyhogy ez egy egészen új helyszín, és olyan gyerekbarát, színes, ahogyan lennie kell. Úgyhogy nagyon ugye, tetszik. Hát azért is vág témába, mert ugye a gyerekekről van szó, és hogy a gyerekekkel hogyan kell jól imádkozni. Szerinted hogyan kell jól imádkozni? Hát ez egy nagy kérdés, pláne most, amikor a gyerekek számára nem feltétlenül ez a legvonzóbb, hogy leüljek és imádkozzak, mert annyira a világ olyan sok rendetlenségben élnek, így azt látom, hogy olyan rendetlenség van körülöttük, mint rendezetlen kapcsolatok a családban, akkor lelkileg, ha bemész egy osztályterembe, már ott is olyan sokszor rendetlenséget tapasztalsz, és hát ezért nehéz, egy nagy kihívás őket úgy lecsendesíteni, és így Isten jelenlétébe őket besegíteni. Tehát ez egy nagy kihívás szerintem a szülőknek is, meg nekünk hitoktatóknak is, de úgy gondolom, hogy ennek van most a legnagyobb, tehát ennek nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kellene erre fektetni minden nap. Milyen eszközeid vannak arra, hogy ők egy kicsit le tudjanak csendesedni erre a közös imádságra? Hát én nekem úgy, mint hitoktató, én nekem nyilván adott, hogy én a hittanóráimat
hogyan tervezem. És minden órámban ugye nem csak a lexikális tudás az, amit fontosnak tartok, hanem hogy, hogy közösen imádkozzunk. Például az iskolában ott van egy nagyon szép kápolna, és gyakran felviszem őket, vagy az óra elején, vagy az óra végén, vagy van, amikor egy egész hittanórát ott töltünk a kápolnába, és hát nagyon nyitottak a gyerekek akkor, amikor már sikerül az Isten jelenlétébe őket bevezetni, akkor viszont tényleg olyan nyitott szívvel ott tudnak lenni. Nem hiába ugye a szűzanya a gyerekeket szólította meg Lourdesban, Fatimában, Medjugorjéban, és hát a kicsik, ugye mindig, tehát nem a világ bölcseihez szól sokszor Isten, hanem a kicsiknek a szívét érinti meg. Mi ez a korosztály, akikkel foglalkozol? Hát én alsó-felső tagozat. Szóval mindkettő, és igen. Nagyon nagy a különbség az alsósok nyitottsága és a felsősök nyitottsága között? Talán a felső tagozatban azért több minden ott már bejátszik, ami elvonja a figyelmüket. Ugye a mobiltelefon, tehát képesek ugye nyilván, tehát a külsőségekre jobban figyelnek. Még egymást is a külsőségek alapján jobban megítélik. Hát az a korosztály mástól szeret a legjobban tanulni, tehát ott már tulajdonképpen a szülők jelenléte, díszlet, és egymástól Igen, úgyhogy talán a kicsik azok talán ebből a könnyebb szempontból. Esetek? Igen. És hogyan néz ki nálad egy óra? Tehát, hogy belépsz mondjuk az alsó tagozatos osztályba, és mi történik? Hogy indítod? Tehát, hogy nyilván fontos az első benyomás, ahogyan te belépsz, és mi történik? Hát, amikor belépek, tehát én számomra nagyon fontos, azon túl, hogy nyilván üdvözöljük egymást, hogy így felszabadítsam őket, tehát egy felszabadult lelkületbe hozom őket. Mivel éred el ezt? Dicsőítéssel. Szoktam, én karizmatikus vagyok, de amellett viszont nagyon szeretem a rózsafüzért is. Hát ez nem zárja ki egyik a másikat, szerintem a szűzanya volt a legkarizmatikusabb teremtmény, hiszen a Szentlélekkel el volt telve teljesen. És én is nagyon szeretek a gyerekekkel együtt énekelni, dicsőíteni, és ők is nagyon szeretnek. Úgyhogy van, amikor így kézzel, lábbal dicsőítünk, táncolunk az úr előtt, így kezdem a hittanórát, és akkor utána nyilván tanítom őket, beszélgetünk, van, amikor ilyen körbeülünk, és ilyen kicsit ilyen drámás fogásokat is beleteszek az órába, hogy ne csak tényleg a tudás legyen, hanem megérintse őket személyesen. Tehát, és akkor nyilván van, amikor meg kicsit elcsendesedünk, vagy másképpen imádkozunk saját szavunkkal, de úgy körülbelül így ilyen. És a rózsafűzér, ami minél színesebb, annál jobb, gondolom, gyerekek számára ebben mind segít. Nektek hogyan tud ebben segíteni egy rózsafűzér? Most kérdezem úgy, mintha nem tudnám. Igen. Tehát, hogy mire vannak ezek a felosztások. Igen, hát önmagában a rózsafüzér, tehát ez pont ilyen nagyon színes, ezt Perúból kaptam, egy perui indián készítette, és hát ez egy csoda ez az eszköz a kezünkbe. Ez egy kicsit olyan, mintha így a szűzanyának a kezét fognánk meg, amikor megfújjuk a rózsafüzért, vagy Pió atya azt mondta, hogy ez a mise után a leghathatósabb fegyver, és minden csatát meg lehet vele nyerni. Azt is szoktam mondani a gyerekeknek olyan, mint mikor ugye a szűzanyának a köpenye alá így beburkolóznánk, és hát mi az a köpeny? Az a Szentlélek maga, ami ugye rászállt a szűzanyára. És tehát ez egy olyan lánc, vagy olyan kötél, olyan köpeny, ami nagy-nagy védelmet ad nekünk, és vezet. Tehát, mint hogyha a szűzanya fogná az égbe az egyik végét, mi a földön a másikat, és közben gyógyul a lelkünk, tisztulnak a gondolataink, és olyan csodák történnek, amit már a gyerekek is tapasztalják az éma életükben, amikor az rózsafüzért imádkozzák, vagy közösen imádkozzuk. Hát nagyon szeretem egyrészt azért, mert van egy ritmusa. Tehát ez nem olyan, mint a mantra, szoktam nekik mondani, hogy véletlenül sem mantra, amit csak úgy elmélkedés nélkül hadarunk, mert akkor az olyan, mint a test lélek nélkül, hanem közben Jézusnak az életéről elmélkedünk. Sokszor felolvassuk a Szentírásból azokat a részeket, ami az a titkokat, ugye? Tehát igazából a rózsafüzér Jézusról szól. És akkor elmélkedve, vagy van, amikor így mutatok képeket nekik a titkokról,
hogy a lényeg ne vesszen el. És ugye van egy ritmusa, ugye az előbb említettem, és ez annyira szép, hogy az imádkozás is, tehát szokták mondani, hogy a léleknek a lélegzése. És hogy olyan ritmuszavar van a világban, és a gyerekeket is azt látom, hogy olyan tényleg ritmuszavarban vannak, uh-huh. és ez segít rákapcsolódni az Istennek a ritmusára. Mint egy metronóm. Így van, igen. Úgyhogy én a gyerekekkel nagyon gyakran imádkozok, például attól függ, hogy mennyi időnk van, mondjuk egy tizedet, tehát azt így igyekszem mindig, de volt olyan, és a nyolcadikos fiúkkal, tehát akik ilyen nagy, vagány kis srácok. Minden elismerés, és nem? És mégis volt, hogy egy hittanórát többször volt, hogy összegyűjtöttük a szándékokat, és kiosztottam 10 fiúnak, na akkor a 10 előimádkozó, és olyan komolyan, 45 percig végigimádkoztunk egy teljes rózsafüzért, és annyira komolyan vették, hogy tudták, hogy mi a szándék, és hogy bizony ennek gyümölcse van. De jó. Kicsikkel is, nagyokkal is. Úgyhogy ez egy óriási nagy titok és nagy eszköz a kezünkben. Én nagyon-nagyon szeretem. Bea, neked volt rózsafűzére, de amikor kicsi voltál? Persze, én már a keresztelésemkor a keresztanyámtól kaptam egy medált, amit ő is nyilván kapott valahonnan, tehát nem új volt, és ez egy tulajdonképpen kis szelence volt, meg is van persze, ki lehet nyitni, és benne van egy kis ezüst rózsafűzér. Csak hát nagyon féltettem meg, azért azt nem is. Nekem most ilyen rózsafűzérgyűrűm van, ami csak egy tized, de az mindig kéznél van. Ez engem érdekel, a kötött ima és a szabad ima viszonya, mert szerintem ezzel sokan bajban vannak. Hogy hogyan tudják a saját szavaikkal megszólítani az Istent. Mások pedig, akik inkább ilyen szabad ima pártiak, azoknak meg nehéz ilyen keretek közé szorulni, vagy néha úgy érzik, hogy a rózsafűzér az egy kicsit túlkötött. Ugyanakkor meg ritmust ad, tehát hogy én ezt azért szeretem, mert tényleg egy a kötöttség ugyanakkor, de közben meg szabadon lépcsőzetesen épül fel az imádság. Igen, tehát hogy ez kicsit olyan, mint ugye az Isten kapcsolat, vagy az emberek közötti kapcsolat is nagyon sokszínű. Tehát van, amikor beszélgetünk, van, amikor csak nézzük egymást, van, amikor együtt táncolunk, tornászunk, tehát hogy az Isten kapcsolat is nagyon színes, és helye van annak, amikor dicsőítjük, amikor énekelünk, helye van annak, amikor csak csendben vagyunk, és semmit nem szólunk, csak úgy gyönyörködünk az Istenben, például egy szentségimádáskor. De helye van annak, amikor a rózsafűzért imádkozzuk, és akkor tényleg, ahogy az előbb is mondtam, hogy egyszerűen olyan kegyelmeket kapunk, és a gondolataink annyira rendben kerülnek. Tehát rendet teremt bennünk ez a rózsafűzér, amellett, hogy sok kegyelmet ad, és tehát, hogy szerintem minden tehát az a fontos szerintem, hogy örömmel csináljuk, és hogy hogyha egy gyerek mondjuk otthon látja a szüleit, hogy mondjuk ha együtt imádkoznak a szülőkkel, és látja, hogy egy szeretett légkör van otthon, és a szülőknek az imádságos lelkületének a gyümölcseit látja, akkor ez egy példa lesz a gyereknek, és ő is fogja imádkozni a gyerekekkel együtt. Egyértelműen. És te mikor kezdtél el kötetlenül imádkozni szabadon? Mert nyilván én Istenem, jó Istenem, meg nem tudom, különböző imádságokat megtanítottak nyilván neked is, de mikor volt az, találtad meg azt, hogy ez tényleg személyes beszélgetés? Hát szerintem én gyerekkorunktól kezdve jártunk szentmisére, meg otthon a családban is esténként imádkoztunk, de azt hiszem az első ilyen igazi nagy istenélményem az 20 évesen volt, és onnantól kezdve éreztem, hogy Jézus az egy igazi barát, és hogy nem egyedül vagyok soha, hanem ő fogja a kezemet, és bárhová megyek a nagyvilágba, jön velem. És szerintem 20 évesen volt az első olyan igaz. Nyilván gyerekkoromban is, csak arra nem emlékszem, akkor is beszélgettem Jézussal, de az ilyen tudatos, vagy tényleg, amikor elkezdődött egy kaland Jézussal az életemben, és hagytam, hogy ő vezessen, és hagytam, hogy az ő szent lelke legyen az, aki engem irányít,
az 20 évesen kezdődött. Igen, igen, igen. Bel, neked? Neked mikor volt az első ilyen igazi gyerek, akár gyerekként, vagy felnőttként élménye? Hát persze. Fú, hát... A közben a palacsintel. Igen. Elnézést, bocsánat. Ugye a nők tudnak kétfelé figyelni. Persze. A 60-as évek közepe tájától lehetett minisztrálni lányoknak is, legalábbis a mi plébániánkon, és akkor még háttal miséző oltár volt, és minisztrálhattam én is. És hétköznap, na azért szerettem különösen is minisztrálni, mert olyankor azokat, amiket egyébként a nagyobb privilégiuma volt, a csöngetés, vagy a kis kancsóskát odavívése a paphoz, azt megtehettem én, mert nem volt más minisztráns. Úgyhogy reggel korán egyedül lementem minisztrálni. És emlékszem egy alkalomra, de mintha tegnap lett volna, szóval nagyon élénken él bennem, hogy ott álltunk az atyával a hétköznapi misén, háttal a híveknek, az Úr előtt. És valahogy nem is tudom, hát lehet 8-10 éves lehettem, nem tudom, amikor úgy rám szakadt, hogy itt van az Isten, és én ott állok előtte. Tehát ezt a jelenlét átélését, azóta, ha azt mondják nekem, hogy a gyerekeknek volt Isten élmény, akkor tudom, hogy miről beszélnek. Mert nekem is volt. Fú, nagyon jó volt. Akkor nem tudtam volna szavakba önteni, nem is meséltem el senkinek, hogy nektek most elmeséltem. De jó. Nem mondtad el senkinek, elmondod, hát mindenkinek. Igen, és nagyon érdekes, nekem meg eszembe jutott, hogy én amikor gyerekkoromban jártam hittalra, én nekem volt, hát életemben először kirohantam az iskolaterem, az osztályteremben, mert annyira unalmas volt az a hittanóra, hogy nem bírtam kivárni a csengő szót, és amúgy én nem voltam egy lázadó típus, meg most sem vagyok az, de egyszerűen kiszaladtam a hittanteremből, és hát az atya visszahívott, úgyhogy kikaptam, de milyen érdekes, hogy lehet, hogy tudatalat, de én meg annyira fontosnak tartom, hogy a hittanórám az véletlenül se legyen unalmas, hanem élvezze a gyerek, és mindig könyörögnek, hogy Kriszta néni legyen minden nap hittanóra, hogy ne csak heti kétszer, hát hogy milyen érdekes ez. Valahol úgy 20 éves korod környékén jött az első ilyen elhivatottságérzés ezzel kapcsolatban, hogy oktató leszel, hát vagy ez később már hamar, már hamarabb, tehát már gimnáziumban, már akkori meg tudtam fogalmazni, hogy én hittant szeretnék majd tanítani, és hogy a gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Igen, és hogy az Istenhez vigyem őket, tehát hogy gyakorlatilag ez már gimnáziumban ez meg volt, ez a vágy nekem. De tulajdonképpen ez egy ilyen meghívás, ugyanúgy, hát, mint ahogy mondjuk a papoknál van egy ilyen elhívás pillanata, amiről beszéltünk párszor a szerkesztőségben Beával is, hogy a papi hivatás. Beának is biztos volt egy ilyen pillanata, amikor így érezte ezt az elhívást, vagy elhivatottság érzést. Szólj, ha nem. Hát attól függ, hogy tehát az, hogy teljesen mondjuk, hogy olyan tényleg odaadottan Jézust követni, igen, szerintem nekem is akkor, amikor találkoztam a karizmatikus megújulással, az is. Vagy hát legalábbis egy ez a fajta missziós tevékenység, hogy adjuk tovább. Tehát, hogy az meg már előbb, mert én a Regnum Marianumnak voltam a tagja, és ott azért nekünk nagyon mondták, hogy amit kapunk, azt nem magunknak kapjuk, hanem azért, hogy szolgáljunk vele, hogy továbbadjuk, hogy másoknak is beszéljünk róla. Úgyhogy az zseniális dolog egy-egy ilyen gyerekközösség, vagy ifjúsági közösség, amely kifejezetten azért jön létre, hogy a keresztény élet gyakorlatba ültetését is megtanulják a fiatalok, a gyerekek, igen, beleértve az evangelizálás vagy missziót. Igen, és hát ugye az imádság mellett a szentségimádás is nagyon, nagyon nagy csodákat szokott eredményezni. Ugye minden évben visszük a gyerekeket a Ferences Erzsébet telepre, Ferences tanyára, és ott szinte minden második este van a hittantáborban szentségimádás, és bizony olyan nagy élmény számukra kiteszi az atya az oltári szentséget, és hát nyilván ilyen dinamikával nagyon szépen megcsináljuk, drapíria, mécses, ahogy kell, imádkozunk, elmélkedünk, közben járunk értük, tehát tényleg úgy kézrátétellel imádkozunk minden egyes gyermekért, és hát volt olyan, hogy már 10 órakor mondtuk, hogy
le lehet feküdni, tehát el lehet menni, és akkor nem. Tehát a gyerek elvitte az atya az oltári szentséget, de visszatapsolták az Úr Jézust, és vissza kellett hozni, mert nem mentek lefeküdni, annyira belemerültek ugye a szentségimádásba, tehát azt hinnénk, hogy a gyerekek, hogy ez esélytelen, de nem. Tehát ez is egy olyan élmény számukra, hogy amikor így minden évben megkérdezzük a ittantábort, így megfogalmazzák, hogy ezt várják legjobban, azt az estét, amikor imádkozunk értük az Úr előtt. És hát ez egy nagy titok, meg hát az a jó, én a Ferences iskolába tanítok, és így azt látom, hogy tényleg annyira, tehát ez a Ferences lelkiség, hogy a gyerekeknek milyen sokat ad Assisi Szent Ferenc után, a Ferences testvérek, hogy milyen nagy kincsek, meg a nyilván a papok, akik, tehát egy példa Krisztusnak a legfontosabb példái, meg a Krisztus jelenlétét, akik hordozzák így gyerekek előtt. Nyilván mi hitoktatók segítünk igazából az atyáknak, hogy a gyerekeket pasztoráljuk. És ehhez a segítséghez kívánok én nagyon sok további erőt és egészséget, és sok sikert a munkádban, mert ez egy nagyon fontos dolog, amit csinálsz, csináltok. És nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm. Pedig nem sokára folytatjuk egy újabb izgalmas témával. Akkor folytatjuk egy könyvajánlóval. Itt van velem a Janka útja szerzője, Bábel Antónia. Szia Antónia, köszönöm, hogy meghívásunkat elfogadtad. Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Írtál egy könyvet, amelynek címe Janka útja. Nos, ez egy saját sztori, hogyha jól tudom. Igen. Mesélj róla egy kicsit, hogy született ez a könyv. Közben én itt elkezdem lapozgatni. Tavaly tavasszal született a kislányunk Janka. Teljesen... tehát egészségesen, és az életének 5. napján sajnos egy életmentő szívműtéten esett át. Aztán egy szövődmény miatt elveszítette az egyik lábát térd alatt. Gyakorlatilag ezt a történetet taglalja ez a mesekönyv, hogy hogyan történt, mi volt ennek a hosszadalmas folyamatnak a lefolyása, a szereplői, és hogy miért született ez a mesekönyv hálából azok iránt, az orvosok és nővérek iránt, illetve mentősök iránt, akik közre játszottak abban, hogy ő köztünk lehet. Mit éreztél, mint édesanyja akkor? Jó, gondolom szavakban nehéz azért foglalni, gondolom ezért írtál egy könyvet róla. Amikor megtudtad, hogy ez történik, hiszen egy egészséges kisbabának adtál életet, és utána hirtelen egyik pillanatra a másikra már ez ugye köddé vált. Tehát, hogy ez segített neked feldolgozni abban, hogy kiírtad magadból? Igen, azt hiszem valamennyire igen. Tehát Jankánál a harmadik, születése utáni harmadik napon vették észre a szülészeten, hogy valami... nincsen rendben vele. És akkor egy anyagcsere zavarra gyanakodtak, aztán átküldtek bennünket a Bókai úti gyermekklinikára, és ott derült ki, hogy a szívéből kivezető ér gyakorlatilag teljesen el van záródva, és hogy kritikus állapotban van. Akkor azonnal átszállították őt a gyermekszívközpontba, és még aznap éjszaka megműtötték. Annyira rövid idő alatt történtek az események, de hogy mit éreztünk a férjemmel, azt szoktam mondani, hogy mintha egy szakadék szélén álltunk volna, és alattunk elterült volna a pokol, és bármelyik pillanatban beeshettünk volna ebbe a szakadékba. Gyakorlatilag így éreztük magunkat, igen. Nyilván még nagyon picike volt a kislányod, Janka, ő nyilván nem emlékszik erre az egészre. Most hány éves, hány hónapos? Most másfél éves lesz lassan. Másfél éves. És ő most hogy van, mit csinál? Ő remekül. Nagyon, nagyon hasonlóan fejlődik, gondolom, a kortársaihoz hasonlatosan. Igen. Van műlába, megkapta az első műlábát, ezzel nagyon ügyesen gyakorol, sétál, szinte szalad, alig lehet utolérni, de egyébként minden
fejlődési folyamata megegyezik az átlagos gyermekével. Érdeklődő, mosolygós, mindenki irány nyitott, az idegenekkel is barátságos, mosolygós, abszolút nem látszik rajta semmi. És ez mennyire csodálatos, nem, Bea, hogy neked is például van egy kis unokád, hogy a gyerekek ezt olyan rugalmasan kezelik. Az egész életet rugalmasan kezelik, minek utána nyilván ez egy adottság, most onnantól kezdve, hogy már nincs lába, de van egy műlába, ezzel fog megtanulni járni, sőt, ezzel szalad most már. Igen. Tehát ez egy csoda. Gábor Emese illusztrációi vannak a könyvedben, elkezdtem megmutogatni megint, mert az előbb a kollégák szóltak, hogy még nem sikerült bevágni. A mesél róla nekem az írói folyamatáról, hogy ez egy naplószerűen kezdődött el benned, és aztán fogalmazódott meg benned, hogy könyv lesz belőle, és hogy találtál a szerzőtársadra. Erről mesélj nekem, kérlek. Az az igazság, hogy a legelső mese, a könyv első meséje az első gólya volt. Amikor megszültem, akkor én arra gondoltam, hogy írok a szülésznőkről egy mesét, de csak egyetlen mesét. Akkor ez a mese meg is fogalmazódott bennem. És amikor elhagytuk a kórházat, az egyik szülésznő utánam szólt, hogy tudom, ön az, aki majd ír rólunk egy mesekönyvet. És mondtam neki, hogy nem egy egészet, csak egyetlen meséről van szó. És amikor Jankust megmentették a kórházban, akkor viszont eldöntöttük, hogy tényleg egy egész mesekönyv lesz. És akkor eszembe jutott ez a szülésznő, hogy talán sejtett valamit, vagy ez annyira sorszerű volt, hogy végül is tényleg egy egész mesekönyv lett. Aztán ott következett a második mese az intenzív folyosóján, amikor már tudatában voltunk annak, hogy megmarad, a Jankus túl van az életveszélyen. És akkor a hálát éreztünk a férjemmel, arra gondoltunk, hogy hiába adnánk az alapítványnak pénzt, az nyilván nagyon nagy segítség, de valami olyat akartunk, ami maradandó, ami belőlünk egy darab, úgy, ahogy az orvosok tudásából egy darab az, hogy Janka élhet. És akkor döntöttük el, hogy folytatjuk. Ha már megvan az első gólya, akkor ott az intenzív folyosóján írtam a könyv utolsó meséjét, a szívvirágait. Ez a mese azoknak az embereknek született, akik imádkoztak Jankáért. Mert amikor kiderült a probléma, akkor megkértük a barátainkat és az ismerőseinket, hogy imádkozzanak érte, mert úgy éreztük, hogy ez az egyetlen esélyünk, az ima ereje. Tehát a szívvirágai hálából született a rengeteg imáért. Ez a záró meséje. Aztán amikor hazamentünk, közel 6 hétnyi kórház után, akkor leüllepettek bennem egy picit a dolgok, és szépen lassan elkezdtem gondolkodni rajta, hogy hogyan tovább, mi legyen a következő mese, hogyan dolgozzam föl például a szívműtétet, vagy a lába elvesztését, úgy, hogy ez tényleg meseszerű legyen, és egy gyerek is el tudja fogadni, mint mese. Ne legyen, tehát ne érződik belőle a nehézség és az a krízis, de minden mese végén feloldás van. Minden mese végén azt hiszem, hogy sikerült egy olyan befejezést írni, ami fölemel. És ez volt a célom, hogy reményt adjak majd azoknak, akik ezután lesznek hasonló helyzetben, vagy ugyanígy sorstársaink, ahogy nagyon sokan. Tehát a Gyermekszívközpontban évente 500 kicsi gyermeket műtenek, így, ahogy Jankát. Tehát vannak nagyon hasonló sorsú gyermekek is. Éppen ez egyik kis magyar lánynak Németországban rendelték ezt a mesekönyvet, és gyakorlatilag a láb elvesztésén kívül ugyanaz a sors, mint Jankáé, ugyanúgy életveszély a 7. napon, és elzáródott ér, aztán még egy műtét később, mert Jankának a szívfala kiukadt. Amikor elzáródott az ere, akkor a vér nyomása miatt a kamrák közti fal kiukadt, és ez decemberben zárni kellett egy 7 órás műtéttel, illetve azt az eret, amit az életmentő műtétkor kivágtak és összetoldottak, az elzáródott részt, azt pótolni kellett, hogy normálisan tudjon működni. Tehát decemberben egy sokkal nagyobb műtét következett, ami ugyan már nincs benne ebben a mesekönyvben,
de ez is hozzátartozik ahhoz, hogy ő most velünk van. Hát akkor adódik a téma, hogy folytasd, amit elkezdtél, nem igaz? Mert hogy Janka útja még nem ért véget, tehát nyilvánvalóan még azért van miről írni. És biztosan lesz. Főleg azért, mert ez egy olyan sztori. Tehát tulajdonképpen majd, hogyha akkora lesz a kislányod, hogy meg tudod vele beszélni, vagy nézd, én elkezdtem ezt, amikor még csecsemő voltál, erről szól, de ugyanakkor az is nagyon-nagyon izgalmas lehet, hogy ő hogyan illeszkedik bele így a társadalmunkba, az óvodába való beleilleszkedés, az iskola, és stb. Tehát, hogy sokkal szerintem ez nagyon adja magát. Ti gondolkoztatok azon, hogy miért történt ez veletek? Vagy miért kaptátok ezt? Ez talán nem múlik el úgy nap, hogy az emberben ne legyen ott egy apró miért, amikor... És mire jutottatok? Ezt nem lehet tudni. Azt mondják, hogy az ember azt kapja, amit elbír. Tehát valószínűleg ti nagyon erősek vagytok. Nem tudom. Azt mondják, igen. Azon az estén, amikor őt műtötték, akkor én azt mondtam Istennek, hogy ha valóban így van, és csak annyit ad az emberre, amennyit elbír, akkor jó, ha megmenti az életét, és jó, ha tudja, hogy én nem élem azt túl, hogyha őt elveszítem. Ezt mondtam. Nem, a férjem azt mondta, hogy legyen meg a te akaratod, de én nem voltam ennyire erős, hogy ezt mondjam. Na jó, de vedd át a szót, mert mindjárt elbögönök. Hogy kértétek? Voltak nagyon nehéz pillanatok, igen, amikor kiderül az embernek számára, hogy nem olyan lesz az a láb, amit elképzelt, nem olyan lesz, amit mondtak, hogy nem lehet majd észrevenni, hogy nem igazi, hanem kiderül, hogy igen, az a láb nehézségeket is rejt, mert nem hajlik, és nem tudja majd úgy használni. És természetesen, amikor az ember strandra megy, és ott látja, hogy minden gyermeknek van lába, csak az övének nincs, akkor ott van a miért, igen. Én azt a választ fogalmaztam meg magamban, hogy talán azért, mert lehetőségem volt és tehetségem arra, hogy egy ilyen könyvet megírjak, és ezáltal egy picit változtassak a világon, reményt adjak a gyerekeknek, illetve a felnőtteknek, a sorstársainknak. Talán ezért, de aztán persze ott van, hogy rajtam kívül még nagyon sokan átesnek ezen, akik hazamennek, és nem tudnak majd egy ilyen könyvet írni, hogy nekik miért. Talán ez egy örökre nyitott kérdés marad, de próbáljuk a helyzetből a legjobbat kihozni, és így ilyen formán megélni ezt az egész helyzetet, hogy csodát csinálni belőle, amennyire csak lehet. Van, akit a nehézségek inkább eltávolítanak az Istentől, mert annyira megharagszik rá, és vannak, akiket meg éppen, hogy valahogy közelebb visz, vagy a házastársakat egymáshoz is közelebb visz. Igen. Ti hogy voltatok ezzel? Azt hiszem, amikor ez az egész folyamat zajlott, akkor egy picit mind a ketten magunkba zárkóztunk. És nagyon sok idő kellett ahhoz, hogy úgy igazán el tudjunk erről beszélgetni mélyen, és el tudjuk egy picit engedni a nehéz pillanatokat. De mindenképpen hosszú távon közelebb hozott minket a férjemmel egymáshoz. És hogy Istenhez milyen lett a viszonyunk, miközben nem, tehát 2 hétig bejártunk Jankához az intenzívre. Addig nem tudtam beköltözni az anyaszállóra, és addig minden nap a Jézus Szíve templomba jártunk imádkozni. És amíg az ember ott térdel, és rájön, hogy milyen picike, és milyen porszem a világban, és Isten meg milyen hatalmas, és nem számíthat senki másra, csak rá, és reménykedik az utolsó pillanatig. Én az utolsó pillanatig imádkoztam, és hittem azt, hogy amikor őt beviszik a műtőbe, akkor azt mondják, hogy csoda történik, és a láb fehér lesz, és hazamehetnek egészségesen. És amikor eljött ez a pillanat, hogy őt betolták, ez nem történt meg. És valahogy mégsem azt éreztem, hogy elhagyott az Isten, hanem azt, hogy ez a rengeteg ember, ez a több ezer ember, mondhatom azt, az imájuk, az a hatalmas erő, amit végig éreztünk a férjemmel, egy ilyen megtámasztó, mintha egy hatalmas sereg lett volna mögöttünk, az egy csoda. És az a ragyogást töltötte be a szívem, amikor hazamentünk végre.
úgy annak ellenére, hogy egy fél lábbal rövidebben mentünk haza. Kinek szól ez a könyv? Mindenkinek. A gyerkőcöknek is? Abszolút. Tehát 8 mese van benne. 8 egy gyakorlatilag egymástól független mese, ez nem egy sorozat. Sokszor érzéseket próbáltam megfogni. Tehát nem tudtam volna azon a szereplőkkel végigvinni az egész esemény sorozatot. Tehát itt van benne például Cserny kutya, aki ugye a Péter Cserny mentő alapítványt személyesíti meg. Ebben is benne van Janka, mint kis cica. Aztán itt van a szupercsapat, amiben szintén még kis cicaként szerepel, ami az orvosokról szól, és a fantasztikus nővérekről. De például utána a szeretet fájában már baba. A szeretet fája szól a lába elvesztéséről, és ez egy nagyon számomra is nehezen megírható mese volt, mert szeretem a happy endet. És akárhogy forgattam a szavakat, nem tudtam magamból kiírni azt a happy endet, amire vártam. De aztán hagytam, hogy ülepedjen egy picit a történet, és végül azt hiszem, hogy sikerült úgy megírni, hogy ennek a vége is fellemelő legyen. Aztán itt van Sárga Bogár. Sárga Bogár egy motorcserés kisautó a 40. oldalon. Ő ebben a mesében Janka nem szerepel. Tehát ez gyakorlatilag egy szívtranszplantált kisgyerekről szól. De szükségesnek éreztem, hogy szerepeljenek benne olyan szereplők is, akik nem, nyilván nem Janka, de láttatják azt a környezetet, azt a milliót, amiben az egész esemény zajlott. Tehát, ahogy említettem, nem csak Janka van az intenzív osztályon, hanem folyamatosan a 4 szinten legalább 40 gyermek van folyamatosan. Tehát éves szinten 500, és azon felül még vannak katéteres műtétek. Ez rengeteg. Gyakorlatilag napi 2-3 műtétet jelent. Kérdetlen, hogy a gyerekek mennyire kiszolgáltatottak egy ilyen szituációban. Igen, amikor megláttam őt az intenzíven, miután a Cserny mentő szállította azon a kritikus napon, akkor iszonyúan megrémültem. Tehát gyakorlatilag tele volt csövekkel, katéter, EKG volt rajta, pici pelus, és tűk mindenütt, infúzió, légzésfigyelő, illetve lélegeztetőgépen volt már akkor, és iszonyúan rémisztő volt, kétségbeejtő. Aztán Novák doktornő, az anesteziológus azt mondta, hogy ez rémisztő, de minden azt szolgálja, hogy ő felépüljön. És ez nagyon sokat jelentett számomra, mert aztán elkezdtem másképp látni ezeket a dolgokat. Próbáltam mese szempontjából közelíteni, hogy az EKG kis színes kígyók, akik segítenek, és így egy picit könnyebb volt számomra is, hogy másképp álltam hozzá. Próbáltam a pozitív dolgokat meglátni abban, hogy ezek a csövek és egyebek ott vannak. Tehát igyekeztem azt erősíteni magamban, hogy ez mindaz gyógyulását szolgálja, és ezek jók, még akkor is, hogyha ijesztőek. Mit is mondhatnék más, mint hogy sok ilyesmit, sok folytatást neki, mert hogy a Janka úgy szerintem megérdemli, hogy legyen még több belőle, és nagyon-nagyon sok erőt a továbbiakhoz, és sok boldogságot a kislányodhoz, mert egy nagy értéket hozott a családotokban. Köszönöm szépen. Azt még megengeditek, hogy elmondjam, hogy tehát a könyv megvásárlásával hozzájárul ahhoz a 2 millió forinthoz, amellyel a gyermekszívközpontot, és ahhoz az 1 millió forinthoz, amellyel a Péter Cserny alapítványt kívánjuk támogatni. Ezt a mesekönyvet az én friss, ropogós honlapomon a www.babelantonia.hu oldalon lehet megvásárolni. Ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon sok vásárlót akkor ehhez a nagyszerű feladathoz. És köszönöm szépen, hogy eljöttél és megosztottad velünk a történeteidet. Én is köszönöm, hogy itt láttam. Mindenkinek szép napot kívánok. Nem sokára folytatjuk.
És a stúdióban szeretettel köszöntöm Lejtényi Emánuel, plébániai kormányzót. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Köszönöm szépen, hogy eljött. Pomázon és Csobánkán, hogyha jól olvastam, ott plébániai kormányzó, és a kamerákon kívül megbeszéltük, hogy mi is ez. Én voltam az, aki nem tudta, hogy mi ez a plébániai kormányzó, de esetleg elmondhatjuk, hogy ez micsoda, mi ez a cím. Hát leegyszerűsítve, igazából az egy ilyen betanuló fázis, hogy megvan az ember a kápláni időszakban, amikor még valakinek segít, ő egy plébánosnak, utána kihelyeznek már bennünket, ott már mi leszünk kvázi a főnökök, csak még ez ilyen betanulási szakasz, és akkor plébániai kormányzó címmel vagyunk, és utána lesz az ember plébános. Tehát, hogy majd ezt megelőzi egy plébánosi vizsga, ha minden igaz, és akkor utána lesz majd az a cím. És ugyanúgy Csobánkán és Pomázon szeretne maradni? Hát, azt nem tőlem függ, de egyébként szívesen maradok. Egyébként szívesen. Nos, hozott nekünk egy pár könyvet az Eklézsia kiadótól. Meséljen nekünk erről, miért ezeket hozta pont, és mit tudhatunk róluk? Aha. Először talán kezdeném egy kis olyan keletkezés történettel, hogy ez egy csapat munka szüleménye, mind a három könyv, mind a 6., 7. és a 8. osztályos, és igazából a szerzők láttak még bennem fantáziát, aztán, hogy mennyire nyilvánult meg, az azt gondolom, hogy abban, hogy együtt tudtunk közösen működni, szolgálni, beleadtuk a közösbe azt, ami bennünk volt így a hittan órák kapcsán, a tapasztalatokból, amiket gyűjtöttünk, és akkor úgy születtek meg ezek a hittan könyvek. Igazából, hogyha megnézzük így a hittankönyveket, talán így adok egyet, jó, egy nyolcadikosat, akkor alapvetően így megvannak a fő témák. 5. osztály például az inkább a Biblia kérdéseit feszegeti, 6. osztály az egyháztörténelem. Ezek is nagyjából követik, de mégis ott van benne egy olyan átfogó tudás, hogy ne csak az legyen benne, hanem akkor már több oldalról közelítsük meg. Mondjuk így példának igazából nem hittanos példát hoznék, hanem egy kicsit olyat, hogy mondjuk egy tóban vannak halak, és akkor ezeket a halakat befolyásolja az is, hogy ez mondjuk milyen tavacska, akkor már van benne egy kis földrajz, nem csak az, hogy ez a hal, ez egy milyen élőlény, akkor hogy halásszák, akkor már van benne egy kis ilyen népismeret is. Tehát, hogy egy kicsit így közelítjük meg minden egyes témát, de persze mondjuk 6. osztályban itt van az egyháztörténelem, kiemeltünk egy-egy szentet, akik képviselik az adott kort, akkor így is megvilágítjuk. Tehát, hogy maga a témákat azt így igyekeztünk összeállítani, hogy színesebb legyen, illetve amiben megújult talán így a többi hittankönyvhöz képest, hogy nagyon sok benne az a játékos feladat, amit úgy tapasztaltunk, hogy fiatalos, és nagyon is szeretik a fiatalok ezeket megoldogatni rejtvényszerűen, akár ilyen betűrejtvény, szórejtvények, labirintus, rajzolós dolgok, amiket mind szoktak szeretni. Tehát, hogy egy kicsit így ebben igyekeztünk megújulni. Ez nekem nagyon tetszik, hogy ez egy másik, más felfogás, másféle felfogás, mint hogy ömlesztjük a gyerekekre a megtanulandó dolgokat, mert itt több szempontból tudják megérteni, körbejárni, és játékosan megtanulni azt, amit egyébként kell. Igen. Meg szerintem egy kicsit a hitoktatót is nagyban segíti. Segíti. Nekem az mindig az nehézség volt. Bemegyek, és mondjuk ott van egy adott téma, hogy akkor hogy kezdjek hozzá. Persze megvannak az ilyen sablonok, hogy jó, akkor imával kezdünk, bevezető, és akkor jön a tárgyalás. De mégis ez sokkal inkább segít a maga színességével az, hogy jó, akkor most egy kicsit játszunk. Van benne egy játékos feladat, akkor ezt oldjátok meg, akkor bennem is egy kicsit az oldja az órára való készületet, akkor mégis én át tudom még gondolni, utána tudunk tovább haladni. Tehát azt gondolom, hogy nem csak diákbarát, hanem hitoktatóbarát is ez a könyv. Azt olvasom, hogy munkatankönyv. Én erről azt hittem, hogy van egy tankönyv, és van egy munkafüzet. Tehát ez a kettő egyben? Így van, így van. Egybe került. Talán egyébként az alakja kevésbé praktikus, mert hogy más formája van, mint a többi könyvek, de legalább kilóg a többi. De hogy így egybe van az, hogy dolgozhat is benne, aláhúzhatja. Így egy kicsit így ez volt a lényeg, hogy saját magáénak érezze ezt a könyvet, ne csak úgy használja, mint mondjuk a többi tankönyvet, hogy csak szöveg van benne, meg mondjuk egy-két kép, hanem akkor már segítik a kiemelések, akkor nem biztos, hogy neki kell aláhúzni, de valami, hogyha tetszik, akkor mellé is jegyzetelhet. Plusz tényleg ott van a saját maga írománya, rejtvényei, amiket így pluszban így hozzáír, és akkor az egész így már a sajátja is lesz könyvként. 5 éves kortól ajánlják, illetve 5 éves kortól vannak ezek a könyvek, hogyha jól olvasom. Az 5 éves korosztálytól indul a
Itt van az Isten szeret engem, és van ez a, tehát van 5 és 7 éves közötti gyerekeknek. Az 5 éves alatti gyerekekkel miért nem foglalkozunk még? Velük is foglalkozunk, csak ez nem ez a hittankönyv család, de már én például megvettem, de azt nem is hoztam el, de van kifejezetten ovisoknak is egy ilyen hittankönyvszerűség, de az nem is olyan könyv, hanem ahogy így megnéztem, inkább olyan játékos feladatok vannak benne, hogy hogy tudjuk bevonni a gyerekeket ebbe az egész hitéletbe. Nagyrészt ilyen kis szentírási történeteket hoz, és azt játsszuk el a gyerekekkel, ők kerülnek bele, ők lesznek ott Jézus előtt, és az a tulajdonképpen a lényege, hogy ha már ezt megszereti, hogy én megszeressem Jézust, akkor pedig már egy kicsit úgy is fog bemenni az iskolába, hogy a hittanóra milyen jó, mert ott már mennyit tanultam, játékosan tanultam, már imádkoztunk, tehát egy kicsit így hozzájárul a szülők hitéletéhez is, meg a hittanításához is. Ön szerint mikortól datálható az, hogy az egyház elkezdett kinyílni és megújulni ezekkel a könyvekkel is akár, és a gyerekekhez, a gyerekek nyelvén próbál beszélni? Mert én azt gondolom, hogy nagyon régen ez nem így történt, hanem hogyha a gyerekek fogékonyak voltak rá, és hogyha a család úgy szerette volna, akkor ő hitoktatást kapott, és megkapta a kellő instrukciót, és akkor ő azzal élt. Most inkább az van, hogy az ő gyerekek nyelvén szeretnének kommunikálni, és ez mikor volt ez a változás? Az jutott egy kicsit eszembe, hogy inkább a korszellemre való válaszként születtek meg így ezek a tankönyvek, mert hogy régen is szerintem az felfedezhető volt, hogy az egyház igyekezett átadni a tudását a fiataloknak is, mondjuk aki így rögtön eszembe jut, az Don Bosco akár, tehát hogy igenis akkor a fiatalokkal foglalkozott, és nagyon szuperul, és hogy a kor pedig, ahogy előre haladt, most már az, hogy egy ember így ennyi csoportot össze tud fogni, az mondjuk a Csaba atyánál megy, a Pőte Csaba atyánál, de nem biztos, hogy nálunk megy, és akkor a hittankönyvek az olyan segédeszköz lehet, és talán így erre a válasz, hogy a fiatalok most már inkább a képi világot tudják megragadni, az szólítja meg őket, akkor változzon a hittankönyv is, így az ő képükre egy kicsit, legyen színesebb, olyan képek legyenek, ami őket is megszólítja, akár egy kicsit absztrakt, legyen egy kicsit olyan, amit tudja alakítani. Tehát, hogy azt gondolom, hogy inkább erre való válasz, ahogy alakul a világ, megváltozik, akkor így igyekszünk mi is az egyház. És a gyerekek mennyire nyitottak erre? Szerintem erre nagyon. Tehát, hogy az egy alaptapasztalat, és azt gondolom, hogy nem csak nekem, hanem a többi hitoktatónak is, hogy bemegyünk, és akkor már nyitva van a könyv, és oldogatják ezeket a rejtvényeket, feladatokat. Tehát, hogy akár így előre is lapozva. Tehát, hogy szeretik kézben tartani, és ez azt gondolom, hogy jó. Az már nyilván más kérdés, amikor van egy olyan téma, és a témát bevezetjük, meg arról beszélgetünk, hogy az mennyire ragadja meg őket, de megtalálja azt, ami meg mégis olyan kis fonál lehet az ő lelke felé, úgyhogy szerintem ebben segít. Mikor a papi hivatás mellett döntött, ez nagyon-nagyon fontos volt, hogy gyerekekkel tudjon foglalkozni? A gyerekektől kezdje a hivatását gyakorolni? Hát, ezen igazából így nem gondolkoztam, hogy így ez mondjuk így befolyásolt volna. Maga a hivatásom, azt gondolom, hogy tényleg ez egyrészt az Isten titka, de így vissza tudok gondolni így több olyan nagy útjelző táblára, ami e felé vezet, akár beszélgetések, szüleim imája, a közösség imája, ezeket sem zárném ki, de például én a Szinyei Mesőpál gimnáziumban jártam, az osztálytársakért is nagyon hálás vagyok az Istennek. Nagyon jó osztályom volt. Nem mindenki volt benne hívő, de azt gondolom, hogy megbíztak bennem, és azzal nagyon sokat adtak, hogy nagyon sok beszélgetésben benne voltam. Tanárok is a bizalmukkal, meglátásukkal. Tehát, hogy mindez így hozzájárult ahhoz, hogy azt hallottam, hogy az Isten engem erre hív a papságra. A gyerekeket egyébként nagyon szeretem, meg 4 vagyunk testvérek is, a testvéreimnek már mindenhol van 2 gyermek, úgyhogy nagyon szeretek így velük lenni. De így ez mondjuk így kevésbé járult hozzá így a papságom felé való döntésben, igen. De szeretem tanítani. Hiszem, már 2013 óta szentelték fel papa. Mikor volt az a pillanat, amikor meghívta a Jóisten önt erre a hivatásra? Hát igazából 2 is. Az egyik az még gyerekkorban, még általános iskolás voltam, én akkor írtam le legelőször, hogy pap szeretnék lenni. Általános iskola. Igen. Hát akkor kezdtem el minisztrálni, és az nagyon hatott rám. Nagyon jó pap volt ott, Gyulai Oszkár atya. Nagyon jó káplánok voltak, akiket megismertem, és akik úgy megmutatták azt, hogy milyen egy hiteles papi élet. És
Utána pedig ez azért a háttérbe került, ezért mentem a Szinyei Mersepál gimnáziumba biológia tagozatra, az kezdett el érdekelni, és ott volt egy ilyen második megszólítás, vagy egyfajta megerősítés, ez is az Isten titka, az ilyen 11. osztály év végén, az 2006. május 7-e körül, és akkor utána pedig én már így mentem a 12. osztályba. Már ezzel a meggyőződéssel. Igen, akkor ott pedig ez már bennem volt. Igen. Bea. Igen. Csak láttam rajtad, hogy valamit szeretnék. Igen, van egy kérdésem, mert azt tudom, hogy volt olyan kápláni helyed, ahol tényleg én magam láttam, hogy sorba állnak az emberek a gyóntatószéknél. Mm. És így, hogy amikor esetleg hitoktatóként, vagy nem tudom én, gyerekekkel vagy, akkor tapasztalod a gyerekekben is azt a nyitottságot a gyónásra, hogy átélik azt a megszabadulást, amit azok a felnőttek átéltek, akik nálad gyóntak? Aha. Azt tapasztaltam, hogy ahol a szülők segítik ebben a gyermeket, akkor ott az sokkal inkább benne van. Tehát, hogy például, amikor az első áldozásra készülünk, és akkor az első áldozás előtt ott van az első szentgyónás. Nem egy esetben már tapasztaltam, hogy a szülők is fontosnak tartják, hogy akkor ők is megtisztítsák a lelküket az ünnep előtt, az nagyban segíti a gyermeket, és ez egyfajta ilyen családi kis liturgiává válik, hogy közösen jönnek gyónni. Az tényleg segíti őt is. Ezeknél a gyerekeknél azt látom, hogy igen fontossá válik, és megvan az az örömteli tapasztalat, mert már látja a szüleinél is. Akiknek mondjuk ez így nehezebben van meg ez a támogatás, ott is egyeseknél azt gondolom, hogy így felfedezhető, de ott úgy már a saját élménye. Nyilván úgy egy kicsit úgy nehezebb a gyermekeknél, amikor ott van az, hogy most egy kicsit rosszat tettem, és azt mondom el, de ott van ez a segítő háttér, ott mindenképpen átérik ők is. Ja, mert képzeld el, hogy amikor a közösségünk lelki gyakorlatán voltunk Paray-le-Monialban, ez egy franciaországi kegyhely, és ott olyan nagy lelki gyakorlatos tábor van, úgyhogy csak a gyerek szekció, az több száz gyerek. És egyszer az hozzád hasonló fiatal papok bementek a gyerekekhez gyóntatni. Na most ott voltak az én gyerekeim is, és az egyikük, aki éppen akkor volt olyan 6 év körüli, ragyogva jött a foglalkozás után, hogy ő gyónt. Hát feltételezem, hogy az nem gyónás volt, valami lelki beszélgetés, vagy valami ilyesmi, de amikor aztán 8 éves korában, vagy nem tudom hány, hogyan szoktak, harmadik osztályban elérkezett az az idő, hogy az első áldozás előtt gyónni kellett, és akkor mindenki ott, jaj, kimegy előre, hát én megyek, hát őnek olyan élménye volt már róla, hogy szóval át tudják ezek szerint élni a gyerekek azt a megkönnyebbülést, hogy ez most le van téve. Hát is az egy dolog, hogy valaki miért szeret mondjuk gyónni, de valaki miért szeret gyóntatni, ha szeret. Igen, nagyon, hát éppen ez a tapasztalatból, hogy látom azokatnak a súlyokat lehullani. És számomra is olyan megerősítő, hogy van megújulás, és hogy újra is újra van remény. Tehát, hogy bejönnek ezek az emberek, és hogy olyan mély tapasztalatokat így láttam, hogy tényleg meg lett férfi ember is, és leteszi a terhét is, és szinte kiröpül, ott meghatódik, hogy itt tényleg valami csoda történik, és ezért érdemes gyóntatni. És az a teher, csak nyugtasson meg, atyám, hogy nem önre száll, hanem ott marad a gyóntatószékben. Igen, igen. Tehát ez nem egy olyan fajta teher, amit ön átvállal, hanem megszabadul a gyónó fél, és igen. A gyóntató pedig segít ebben. Igen. Egy kicsit azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy ez olyan, mint a lelki mosógép. Tehát, hogy a mosógépből is kivezetődik az a víz, ami átmosol a ruhákat, itt is így megvan. Talán arról nem beszélünk eleget, hogy nem feltétlenül azt érzi az ember, hogy na gyónnom kell, mert az egyház törvénye az, hogy legalább egy évben egyszer gyónja, és már közeledik, vagy karácsony most már, hanem ha azt érzem, hogy egyszerűen valami nincs jó, szóval nem vagyok jól a bőrömben, nem tudom, hogy mi bajom van, csak valahogyan levertebb vagyok, vagy nem érzem már azt az örömöt, amit szoktam, akkor érdemes megkérdezni magamban, hogy nem arról van ez szó, hogy rég gyóntam. Igen. Mert nem hozzák az emberek összefüggésbe a lelkiállapotukat, és azt, hogy esetleg az Istennel a kapcsolatukat szorosabbra fűzzék. Meg eleve az a hétköznapi tapasztalat, hogy mondjuk a szobában, hogyha mondjuk egy kicsit már poros, akkor oda szoktunk menni, hoppá, akkor ezt letörlöm. Igazából a lelki életben is ezt így meg lehet csinálni, hogy így észreveszem, hogy hoppá, ez most így porosabb. Tehát, hogy azt úgy tényleg fel tudom fedezni, akár a kapcsolatokban, most éppen kihez hogy állok, és ott van valami bibi, akkor ott van ez a lehetőség. Meg én azt is szeretem, hogy mi az, amiben előre haladtam, és hogy miért tudok hálát adni a lelki életemért.
És akkor ez is, hogyha így hozzájárul a szentgyónáshoz, akkor nem csak az van, hogy nekem most össze kell gyűjtenem, hogy miben vagyok rossz, hanem az, hogy igen, észrevettem, hogy még miben kell edzenem, de hogy ott vannak ezek a jó dolgok, amikben meg előre haladtam. Hát és kapaszkodókat igen. nyújt az egyház a gyerekek, sőt nem csak a gyerekek, hanem a felnőttekhez kinyúl, és hát tulajdonképpen igen, egy lelki segély szolgálatot kapunk, hogyha gyónunk. Én magam is már ideje van, hogy most, hogy erről beszélgetünk, gondolkoztam, hogy mikor volt utoljára. Nos, igen, el kell menjek, Jóni szerint. Nem, mint hogyha rossz lelkiismeretem lenne valami miatt, de azért tényleg most azért gondolkoznom kell. Úgyhogy muszáj lenne. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfáradt hozzánk. Köszönöm szépen. Sok sikert a könyvekhez. Én szerintem ezek a könyvek nagyon-nagyon jók, közelebb kerülnek a gyerekek velük Istenhez. Igen. Még talán annyit, hogy mindegyikhez van ez a tanári kézikönyv is, ezt még nem mutattam be, mert hogy ez így a gyerekeké. Aha. És a tanári kézikönyvben pedig benne vannak így még ilyen heti két órában, vagy éppen heti egy órában való hittanórákhoz is óravázlat, meg segédeszközök, plusz dolgok, amik nincsenek benne a tankönyvben. De jó. Hogy ne az legyen, hogy mindent akkor elolvas a gyermek, és akkor ő már szinte jobban tudja, mint a tanár, mert hogy utánolvasott, hanem megvan az, ami a tanárnak is segédeszköz, még hogy tud utána nézni, milyen teológiai háttere van, mikről lehetne beszélgetni, plusz segítő kérdések, tehát hogy a tanári kézikönyv is mindenképpen olyan, ami segít. Az én szüleim pedagógusok, úgyhogy szerintem ennek mindenképpen nagyon örülnének, hogyha kapnának egy ilyen könyvet, ami segít nekik felkészülni ez az adott órákra. Emmanuel, hogyha én külön neked készítettem két palacsintát, mert köszönöm, nem hiszem, szépen, hogy megvárod itt a műsor végét, csinálnod kell, de ezt fogyaszd egészségre. Köszönöm szépen. És én nem kapok. Nem, te majd a kollégákkal együtt ehetsz ebből. Rendben van, hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és jó étvágyat kívánok a palacsintához. Köszönöm szépen, Isten áldjon neked. Köszönjük szépen, nem sokára folytatjuk. Stúdióban pedig szeretettel köszöntöm Várkonyi Attilát, DJ Dominikot. Szia! Szia, szia! Hogy hívjalak? Dominik, Attila? Attila. Eddig bevált a kerességben, most már 56 éve, úgyhogy ez így jó lesz. Szóval köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. És hát te újdonsült apuka vagy, úgyhogy nagyon illesz ehhez a közeghez, gondolom már megszoktad, vagy... Hány hónapos a picike? A pici még szűk egy hónapos jelen pillanatban. Akkor nálatok még nincsen, nem így néz ki a nap, nem, napja, hogy nálunk. Nem, még szegénykém olyan picike is egyben van, de már nyiladozik az elméje meg a szeme, már így követi a mozgásokat az utóbbi pár napban, ez egy új jelenség. Volt már mosolygás? Volt, igen, volt már az is. És azt látom, hogy így olyan dolgoknak kezdtem el tudni örülni, aminek eddig is, tehát, hogy kakilunk például. Ez egy öröm, egy örömforrás, mert hát alszunk, ez is egy örömforrás, amiket eddig észre se vettem a világból, hogy léteznek, megtanultam ezeknek a dolgoknak örülni. A feje tetejére állt az egész élet, ugye, amióta jelen van a családotokban? Valamilyen szempontból igen, de én azt gondolom, hogy ez így a helyén van, és ez itt teljesen rendben is van. Kevesebbet alszunk, többet figyelünk egymásra, többet vagyunk együtt, többet aggódunk, lényegesen többet, mert vajon ez a kis pont itt a szája közepén, ez probléma, vagy nem probléma, vagy itt van egy piros foltocska, ez vajon most, milyen a feleségem nagyon bújja az internetet, és mindig megtalálja, hogy szerintem mi az. Szerintem nem bújja az internetet inkább. Szoktam neki mondani, hogy ott a világ összes baja rajta van az internet, ami gyerekünknek egyik sincs ezek közül. Persze. De egyébként azért aggódunk nyilván, mint első szülők, már úgy értem, hogy első gyermekünk mindkettőnknek. Mindkettőtöknek. Hogy hívják a kislányt? Lilian Kinga nevet kapta. A Liliant azt a feleségem találta, a Várkonyit azt tőlem kapta, és a Kingát pedig a feleségem lánykori neveként viseli. Gyönyörű zenei hangzású neve van. Várkonyi Lilian Kinga. Igen. Hát nem titok senki számára, hogy te egyébként zenélsz is, DJ Dominik néven. Tulajdonképpen hogy pörög most ez a szakma?
Hát ez a szakma elég lassú fordulaton pörög jelen pillanatban, és akkor most nagyon finoman, egy eufémizmus, mert gyakorlatilag nem pörög sehogy. Nem, nincs semmi. Mert nem engedi. Ugye arra várt mindenki, hogy augusztus 15-én engedélyezik a nagy rendezvényeket, és rengeteg be volt tervezve. Tehát csak amiben én lettem volna, Fenyő Miklóssal lett volna egy rendezvényem, egy nagy, a Neotonnal kettő nagy, a Republiknál én lettem volna, az Apostolnál én lettem volna, Aréna, Pap László. Ehelyett most ez egyik sincs. Viszont a rádió az működik, ott vagyok, azt csinálom, de sajnos rendezvények nincsenek, vagy csak nagyon kicsik vannak. Magam is ambivalens érzéseket táplálok ezzel kapcsolatban, mert egyik felem, különösen most azóta, hogy apuka lettem, vagy édesapa, másképp látom a világot, mert valószínűleg, ha nem így lett volna, akkor én lennék az egyik nagy harcosa, hogy hát menjünk, azt csináljuk, mert az élet nem áll meg. Most már kicsit másképp látom ezt. És lelassultál, ez érzed egy kicsit. Igen, ez a felem most azt mondja, hogy vigyázzunk egymásra, óvakodjunk. Szüleim is idősek, voltam náluk a járvány alatt, az úgy nézett ki, hogy a kertben, ők ültek a teraszon, én a kertben mondjuk egy olyan 30 méterre tőlük, szörnyű volt egyébként, nagyon szorongatta a sírás a torkomat, mert egy szörnyű helyzet. De legalább élnek, és ott vannak. Így van, ezt akartam mondani. Úgyhogy ezen is túl vagyunk. Most már azóta voltam len, már akkor, ha nem is puszítottunk, de megöleltük egymást, megpróbálok vigyázni, kezet mosni, maszkot viselni, hát amit lehet ebben. Szóval ambivalens érzéseim vannak. Az egész világ azt hiszem ambivalens ebben a dologban, mert van, aki azt mondja, hogy ez egy semmi, és fel van fújva, mások meg azt mondja, úristen, itt a világ vége, és elérkezett a végítélet. Tudod, bennem is váltakoztak ezek hullámokban tört rám az, hogy rettegek, és a következő pillanatban meg, hogy miről beszélünk, nem is ismerek olyat, aki elkapta volna, és még csak az, aki itt ismerek, az se ismer olyat, aki és aztán tényleg ez felváltva folyamatosan. De én azt gondolom, hogy a legnagyobb adomány ebben az egész élethelyzetben az volt, hogy egyrészt a várandóság utolsó pár hónapját együtt töltöttük, lementünk a feleségem szüleihez Fonyódra, de nagyon szép. Megismertem tavasszal a Balatont, mert ugye nekem a Balaton sajnos az önmel leszámítva a gyerekkori balatoni látogatásokat ilyen színpadokat jelentett, hogy most a plázson vagyok, most a Szamárdiba vagyok, most Keszthelyen vagyok, most a Fonyódi Retrofesten vagyok, és akkor egyik színpadról rohantam át a másikra, és nagyon kevés valódi képen volt a Balatonról, és ez is csak nyári Balaton. És van a Balatonnak egy tavaszi arca, ami egészen különbözik mindentől, amit én eddig megismertem, mert már éledezik a természet, de még nincsenek emberek, csöndes, de valahol mégis mozgalmas. Nagyon különleges, sok különlegeséget láttunk, együtt totyorogtunk, úgy hívjuk mi ezt a haladást, ami a 8. és a 9. hónapban a feleségemet jellemezte, hogy együtt totyorogtunk, és ez nekem nagyon jó érzés volt totyorogni, aki egyébként mindig kilép, ahogy a nagymamám szokta mondani, hogy én kilépek, mint egy gyorsan megyek, és nem győznek mellettem jönni az emberek, hogy odaérjek, megcsináljam, elvégezzem, legyen kész, túl legyek rajta. Ehelyett, ahogy lelassult a járásom ebben a totyorgásban, így lelassult a gondolat is. De ezzel együtt nagyon sok érzelem, nagyon sok gondolat jött elő, úgyhogy tulajdonképpen ez az áldása ennek az évnek. Én azt gondolom, hogy most ma volt a védőnő nálunk, és éppen mondtam neki, hogy tulajdonképpen ez a 2020, és ott feküdt a picike a kis kosárkájában, és akkor mondtam neki, hogy minden más összedőlt, de a legnagyobb dolog létrejött, tehát, hogy tulajdonképpen ez egy jó év. Apás szülés volt? Igen, amit a vírus lehetővé tett, szóval nem ott álltam a szülő ágy mellett, hanem egy olyan 3 méter egy üvegfal mögött, de tudtam nézni, és oda is adták nekem, magamra is tettem, én is fürdettem először, megengedték, hogy bepelenkázzam, azóta is sokszor bepelenkázom. Úgyhogy egy nagyon érdekes és különleges érzés volt. Megkereszteltettétek már? Még nem, de folyamatban van az is. Hát most itt várjuk a helyzetet, mert itt ez különböző felekezetben vagyunk a feleségemmel, úgyhogy most ennek az intézése zajlik, hogy melyik katolikus vagyok, ő pedig református. És miért tartjátok fontosnak a keresztséget? Hát, mert az egy erkölcsi tartás. Tehát én azt gondolom, én nem járok minden héten templomba, egy évben néhányszor, de hívő vagyok. És én azt gondolom, hogy nekem nagyon, egyrészt nagyon sok tudást adott, nagyon sok tartást adott, nagyon sok... Én szoktam beszélgetni a Jóistennel.
Nem válaszol. De, vagyis hát nem úgy válaszol. Nem úgy válaszol. Igen. De én azt gondolom, hogy ez fontos. Tehát, hogy ez egy ilyen sorvezető, ha szabad így fogalmaznom. Mert ez így oda teszi a dolgokat, ahol vannak, és én szeretném, ha ő is ezt átvenni tőlem. A feleségem is körülbelül ebben a mértékben hívő, van nekem vannak keresztgyerekeim, velük többet járok templomba egyébként. Hát hiszen ez a feladatot, mint keresztapa. Igen. És hát szóval igen, tehát a válasz mindenképpen igen. Most zajlik pont a héten Viktor atyával beszéltünk, hogy vajon hogyan legyen, hogy nálunk legyen, tehát hogy nálunk az most hogy katolikus módon, de tulajdonképpen ez szerintem mindegy is, csak legyen jó ember. Sokan tudják rólad, de lehet, hogy nem mindenki, hogy nagyon szeretsz jótékonykodni és különböző jótékonysági intézményeknek segíteni, önkénteskedni. Mesélj el erről egy picit, hogy jött ez az életedbe, és mit szeretsz benne a legjobban? Tegnap előtt a Katolikus Caritasszal iskolaszereket csomagoltunk táskákba. Majd ők is jönnek hozzánk. Nagyon jól ment nekem. Ricsi ott az igazgató helyettes, és az atya is nagyon jó viszonyban vagyunk mindkettőjükkel, és hát volt egy kis sajtótájékoztató, én mondtam, hogy csak akkor megyek el, ha nem csak a kamerák előtt kell csomagolni, hanem valóban hasznomat is veszik. Úgyhogy így sikerült az összes tanszer, ami ott volt, van nekik ott a 11. kerületben egy kis templomuk, és ahol Szent Kingának is van egyébként egy kerekjeje. Megvan a hely. Igen. Ez a másik ötletünk egyébként, az atya megmutatta a templomot, és lehet, hogy ott lesz a keresztelő egyébként. Szuper. Tehát is szóba van. De válaszolva a kérdésedre, nekem ez örömet okoz. Tehát, hogy azt szoktam mondani, hogy megkérdezik sűrűn, azt szoktam mondani, hogy ebben biztos van egy kis önzés, tehát, hogy ez nekem jó. Nyilván nekem ez nem lenne jó, akkor valószínűleg nem csinálnám, vagy nem ilyen sokszor csinálnám, de olyan jó, tehát én ettől több vagyok. Tehát én Fetszolt. Azt szoktam mondani, hogy ez pont olyan, igen, az egyik ember elmegy skateboardozni, a másik úszik, a harmadik siklórepül, a negyedik kocsmába jár. Nekem ez okoz örömet, és mindezen emberek valamiért azt érzik, hogy attól distinktívek, hogy ezt csinálják. Én meg azt érzem, hogy ettől különbözöm a többiektől, hogy én ezt csinálom, és ez nekem egy jó érzést ad, és ez ilyen jó tudattal megyek a városban. Hát a nagy álmom teljesült most, a Caritas is velünk volt, meg sokan mások is, hogy nekem az volt az álma, hogy egyszer megtöltsem a Paplászló sportarénát kétszer. Napközben gyerekekkel, este meg szépkorúakkal. És akkor össze, mert ugye dolgozom rádióban, meg DJ-ként, és viszonylag van ráhatásom a zenész társadalomra, és elhívtam a zenészeket, a fiataloknak zenélő zenészeket délutánra, és sok ezer gyereket az ország minden csücskéből, sőt határon túlról is, és este pedig szépkorúakkal telt meg az egész aréna, és akkor fellépett Korda Gyuri bácsi, Balázs Klári, Zoltán Erika, Kiki, hát akik az ő korosztályuknak való muzsikát játszanak, és az ilyen álmom volt, hogy ez egyszer az életben létrejöjjön, és ez létrejött. Úgyhogy most ez, már 22-szer. Ez igen, de ilyen, hogy a kétszer teljen meg. Tehát egyszer már megtelt kétszer. Szóval két alkalommal volt, hogy egyszer gyerekeknek, egyszer meg szépkorúaknak és időseknek, de most az volt az álmom, hogy ez egyszerre történjen meg. Tehát én nagyobb teltházat csináltam, mint bárki, aki valaha eddig a Paplászlóban csinált bármit, és mindenki ingyen jött, mindenki kapott egy kicsi ajándékot, mindenki kapott lelki ajándékot, mert jól éreztem magát, együtt volt, és aznap volt a leánykérésem is egyébként, ott a színpadon, de nem nyilvánosság előtt. Itt mindenki azon reklamált, hogy miért nem akkor, amikor már tele volt az... Már mondani akartam, hogy micsoda dolog ez. De nem, nem, én azt gondolom, hogy ez nem... Tehát, hogy sok minden az életemből a közönség színe előtt zajlik. A rádió műsorban azért csak már egészen jó kiismerhettek a hallgatók, meg sok mindent elmesélek, meg egy kicsit több ez, mint egy beszélgetés műsor, magamból is nyilván adok valamennyit, de én azt gondoltam, hogy ez nem egy show, hanem ez az én életem. És akkor a két koncert között volt egy pillanat, amikor tök üres volt az aréna, és akkor ott volt a leánykérés, és pont úgy volt, hogy le van írva. Tehát volt, igen. De nem volt senki más, csak mi. De úgy van, hogy úgy volt, hogy
jegybenjárás, leánykérés, jegybenjárás, esküvő, nász éjszakán fogant a picink, és rá 9 hónapra megszületett. Úgyhogy, ez minta. Úgyhogy teljesen. Feleségeddel hol ismerkedtetek meg? Feleségem egy rendezvényen Tokajban, egy színházban, van az a kőszínház, bele van vájva a Tokaji hegybe, ott ismerkedtünk meg. Úgy volt, hogy felléptem a színpadra, és akkor így mondtam, hogy sziasztok, és ott állt középen. Sziasztok, szia! De hogy ennek mi volt a magyarázata, vagy tehát azóta sem, meg azelőtt sem volt ilyen soha. Tehát köszöntöttem a közönség, sziasztok, és ránéztem, és mondtam, hogy szia. De azelőtt nem tudtam szerint ebben az életben nem találkoztunk. Mindenki hite szerint mondhatja, hogy ez egy spirituális kapcsolat lehetett visszamenőleg valahol, nem tudom. De azt tudom, hogy ilyen még nem volt soha. És akkor oda, én mindig leszoktam menni, van egy pár olyan dal, hogy megfogjuk egymás kezét, vagy a közönséggel együtt. Tehát ezt a diszkózást egy kicsit más dimenzióban, vagy más stílusban űzöm, mint mások. Tehát, hogy itt pont össze akarom hozni az embereket, mert a mai fiatalok úgy diszkóznak, hogy így mindenki magába menetel nagy elannal, csücsörített szájjal, és ilyen, ilyen individualista módon érzi jól magát. Mert legalább az én gyerekkoromban legalábbis ketten táncoltunk, tehát oda tudtam menni a kislányhoz, elnézést kérek, szabad, mondta, hogy nem, de néha mondták, hogy igen, és akkor legalább volt egy kettes kapcsolat, de én azt próbálom, hogy összeölelkeznek, megfogjuk egymás kezét, ez most nyilván itt a vírus helyzetben ez ilyen fura dolog, mert azért amikor a Paplászló sportarénában 15 ezer ember keze egyszerre úgy van, hogy a másikét fogja, ilyen volt többször is, mert például a kézenfogva alapítványal is dolgozom együtt, és hát nekik csináltuk ezt a promóciót, hogy próbáljuk meg, hogy vajon képben, mindenki azt mondta, hogy nem fogják az emberek megfogni a másik kezét, mindenki megfogta a mellette lévő kezét. Tehát szerintem csak attól függ, hogy hogyan kéri valaki, és milyen lelki töltettel kéri. A kézenfogva alapítványal, hogy kerültél kapcsolatba, ők kerestek meg téged? Hát ez egy nagyon régi história, hát már igazán nem is tudom, ez egy még a 90-es évekre eredeztethető, akkor volt egy ilyen műsorom a akkori rádióban, kimondhatom, mert már nem reklám, nincs már, Juventus Rádió volt, és ott volt egy műsor Mentőv. Az volt a lényege, hogy mindenki betelefonálhatott, és akkor segítettünk öregnéninek tüzelőhöz jutni, könyvekhez jutni, iskoláknak, hát amit éppen ott. És én megpróbáltam a kapcsolatrendszeremmel, meg a rádió erejével segíteni. És így minden alapítvány, minden adásban be tudott mutatkozni egy alapítvány nálam. Dolgoztam a Nem Adom Fel alapítványa például nagyon sokat, és velük is csináltunk két paplászló sportarénás rendezvényt, ott a erdélyi gyerekeknek gyűjtöttünk a 6,5 millió forintot tudtunk átadni egyszerre az atyának. Az is egy, ezen, igen, hát és úgy, hogy semmi olyan produkció nem volt a színpadon, ami ilyen hűde, hanem minden zenész beállt a sérült gyerekek mellett, de ott volt Presser Gábor, ott volt Kiki, Karamell, Ruzsa Magdi, Mészáros Árpád Zsolt, hirtelen nem is tudom, Edda, és beálltak a sérült gyerekekkel együtt zenélni. És a Szent Ferenc Alapítvány javára utaltuk ezt a pénzt. És hát ez egy, például az egy nagy élmény volt az életem. És ott volt az összes addigi köztársasági elnök felesége a színpadon, ők voltak a védnökök, ott álltak szépen sorban. Mi a tapasztalatod, hogy egyébként az ismert embereket könnyű behúzni egy jótékonysági koncertbe? Mert hogy látszólag nagyon sokat csinálod ezt, tehát hogy szervezésben hát, vagy. Én azt gondolom, hogy én nagyon szeretném azt hinni, hogy ez annak tudható be, hogy nálam nem merül fel az, hogy itt valami más van a háttérben. Tehát ezt nem én mondom, ők szokták mondani, hogy ha Attila szól, akkor megyünk, mert akkor tudjuk, hogy jó dologért megyünk. A másik, hogy zömmel olyat csinálok, mondjuk 10 eseményemből 9 olyan, az adományozás az úgy néz ki, hogy ott áll a színpadon a művész, előtte a adományozott, tehát vagy a szépkorúak, vagy a gyerekek. Tehát, hogy látja ott azonnal az eredményet. Tehát nem úgy van, hogy van itt egy számlaszám, tessenek utalni, az majd lesz valami, majd levonjuk a költségeket, meg nem tudom mi, hanem így közvetlen az adományozás, és akkor így látja, tehát az eredményt látja, és talán ezért könnyű. Ezt szokták mondani a zenészek,
nyilatkozni, hogy ha én hívom őket, akkor szívesen jönnek, mert tudják, hogy jó helyre megy. Ezt én most már szeretném. Eddig mindig azt mondom, hogy erre kis időre, most már mióta van gyermekem, azt mondom, hogy erre sok időre, ami hátra van, most már szeretném ezt megtartani. Ugye átalakul az idő értékelése akkor, amikor kicsi gyerek születik a családba. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Mi a következő állomása ennek a jótékony? Hát pont a Caritas-szal szerveztük volna, áprilisban lett volna, mert ez a DJ Dominik és Barátja, ez mindig úgy néz ki, hogy volt ez a nagy koncert ősszel, ez októberben volt, és akkor mindig tavasszal van egy átadó ünnepség, mert egész abban a három hónapban, négyben mindig gyűjtünk tárgyakat, adunk nem pénz, hanem amire szükség van. De ilyen teherautónyi dimenziókban gyűlik össze az adomány, és akkor azt tavasszal egy nagy esemény keretében átadjuk. És akkor pont Soltész államtitkár úr közreműködésével úgy kerültem a Caritas egyébként kapcsolatba rajtuk keresztül, egy nagy eseményt szerveztünk volna, ami az átadó ünnepséget volna, ahol megint újabb emberek juthattak volna egyrészt adományhoz, másrészt kulturális élményhez. Egy nagyszabású eseménnyel zártuk volna ezt az idei DJ Dominik és Barátai koncertsorozatot, ez a neve. De sajnos ezt a vírus keresztül húzta, úgyhogy majd valamikor a nem túl távoli jövőben remélem bezárjuk a tavalyi évet, és akkor ez a következő, amin dolgoztam, és folytatom a munkát. Hát ilyen kicsik folyamatosan vannak, mondom, most éppen tanszereket csomagoltunk a minap táskába, de sok ilyen apróságra hívnak, állatvédelemben is szoktam ott lenni, akkor most nyílt egy ilyen food truck, ez ilyen kocsi, lakókocsi, aminek ki van ütve az oldala, és nem ilyen finom palacsinta van benne, de ételek vannak benne, és akkor azt csináljuk, hogy oda sérült emberek állnak be a pultba, és a bevétel egy jelentős része az alapítványnak megy, ez a kézenfogva üzemelteti. Ott a nyugati pályaudvar melletti téren van ez a kis kocsi, egy zöld, ha valaki megkeresi, és ott én is beálltam árulni, most ez múlt vasárnap volt például, és akkor ott az ottani fiatalokkal csináljuk ezt. Tehát sok ilyen apróság van, tudják, hogy nekem lehet szólni, ha menni kell. A koraszülött alapítványnak voltunk a két hete, egy Zala Csányban, egy gyűjtési akcióján, és zenéltem egy kicsit. Hát, ami jön, amit ránk mér a Jóisten, azt csináljuk. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és elmondtad ezt mind, és nagyon sok szeretettel várunk újra, hogyha kicsi Lilian, hozom Lilian Kinga, már akkora lesz, hogy szét tudja itt pakolni az összes kis micsodát. Köszönöm szépen. Úgyhogy én köszönöm szépen. Mi pedig nem sokára folytatjuk a palacsinta evéssel. És akkor megérkeztünk Madocsai Bea kollégina mellé, aki itt ezerre sütötte nekünk a palacsintát, amiből egy rakott palacsinta torta lett, ami gyönyörű szép, de még hátra van. Még egy darab van? Szerintem még kettő is kijött. Mi az, amit én most ebben a pillanatban segíthetek még továbbra is neked? Hát most éppen akkor tudsz majd segíteni, ha ez elkészül, és akkor a kakaót, az utolsó szívesen eszem belőle egyrészt. Azt, igen, igazából szerintem egy sütővel nem érdemes neki kezdeni palacsintát sütni. Minden háziasszony kettővel süt. Nálam például el se férne. Egyébként kettő palacsintasütő egymás mellett, hiszen az én villanytűzhelyem az úgy néz ki, hogy van egy kisebb, van egy nagyobb mellette, szerintem mindegyik így néz ki, és hátul van még egy nagyobb, és még egy kisebb. Tehát vagy így átlósan, de akkor hova rakom le? Tehát valahol a helyhiány miatt én például nem szoktam belekezdeni két palacsintasütővel való palacsintasütésbe. De csak az idő. Tudom. De így legalább végighallgattattad. Igen, és nagyon remek örültem. Remek jó beszélgetés. Igen, nagyon örültem a beszélgetéseknek, hogy hallhattam. Amihez többször is hozzászóltál, ez a gyermekrózsafűzérek, illetve meg is beszéltük, hogy végül is ilyen nincs is, hogy gyermekrózsafűzér, hanem rózsafűzér imádkozás gyermekekkel van. Igen. Ugye ilyen kategória igen, van, igen. Most már igyekszem nem belebotlani ebben a mondatban. Na most ezt majd megpróbálom földobni. Na nézzük! De még
Még egy kicsit sülnie kell. Kicsit hólyagosodik, nem ragad le? Hólyagosodik. Hát ezek így az utolsók. Aha, szerintem most sikerülni fog. Hajrá, Bea! Elég nehéz a serpenyő. De neked erős csuklód? Erős csuklód van. Azaz! Valóban egy kicsit barna lett, de... Nem baj, semmi baj. Én nagyon szeretem az ilyen barnás, himlős palacsintákat, mert szerintem az, ami jól át van sülve, az a jó. Nem igaz? Szóval így tulajdonképpen rakott palacsinta, de kicsit olyan tortaszerű, és akkor ezt megesszük majd a kollégákkal, egy kicsit a te egészségedre, mert a te születésnapod nem olyan régen volt. Igen. És akkor... Már ki emlékszik arra, nekem augusztus 11-én volt a születésnapom, úgyhogy... De azért ez eléggé mostanában volt, és nem mondjuk el, hogy hány éves lettem, hanem 18 plusz. Kortalan, úgymond. Szerintem lekvár kenyérre. Mert... Lekvár? Az igen. Előzőn is lekvár volt, az jó akkor? Ne? Jó, igen. Jó. Mert aztán volt olyan, hogy két kakaós volt, mert nem tudtam, hogy miből mennyi van. Én belekenem ezt az egészet. Legközelebb, ha csinálunk, akkor darált diót is teszünk, mert szerintem diót az szerettem. Még nagyon jó lett volna. Igen, benne. Én képzeld el, ezzel a gondolattal feküdtem le tegnap este, hogy nekem diót kéne szereznem ehhez a palacsintához, de most ez szerintem idén nagyon-nagyon nehéz dolog, ugyanis például nálunk is az összes diófa szerűen tönkrement. Tehát, hogy de ez nem a tavalyi fertőzés? Az ugyanaz. Lehet. Hát ezt, igen, sajnos ezt... De azt mondják, hogy régen nem volt ilyen, és most ez szinte-szinte alapvetés, hogy a diók rosszak. Tehát, ha valaki vesz diót méreg drágáj, valami több ezer forint egy kiló dió, és nekünk még tavalyról volt olyan, képzeld, anyukám szokta ezt csinálni, hogy ilyen nagy befőttes üvegekbe, tényleg viszonylag nagyobb, egy réteg cukor, más réteg darált dió, egy réteg cukor, dió, kristálycukor, mert ez tartósít. Uh-huh. És így elállt évekig, és volt olyan, hogy 2018-ban kaptunk, 2012-ben elrakott ilyen diót. Uh-huh. És én ezt már tavaly is akartam utána csinálni, és eltanulni ennek a módját, és már nem tudtam, mert nem termett elég diónk. Kiveszek egy villát. Nem haragszom, de ha szól, segítek. Köszönöm. Na azt látom, hogy itt az alján volt egy kis tojás, és szerintem ez az lehetett? Nem. Vagy mi az? Valami van, de kivettük, megműtöttük. Ted. És ha jól látom, akkor ez az utolsó. Ez az utolsó. Igen. Én el is. Bocsánat, csak ezt. Köszönöm. Akkor elveszem, hogy ne égtelenkedjen. Úgy, és akkor szerintem egy kóstolás elejéig lehet, hogy bele is vágok. Mindenképpen. És akkor én ezt lesz nekem? Csak viccelek, nem foglak a beállítani a nézők. Biztos, hogy nem. Hát egy boldog születésnapot ezt bárki el tud énekelni, és képzeld el, amikor engem felköszöntöttek ezen a bizonyos születésnapomon, akkor a nagyobbik fiam alig várta, hogy elénekeljenek, olyan jó hangja van különben, olyan jó hangja van, és szeret énekelni. 5 éves, ugye? Hát most lett 6. Ja, 6. Ő iskolába megy. Ja. Úgyhogy most lett 6, és mint ilyen nagyon-nagyon jó hangja van, és nagyon szeret énekelni, és 3-szor vagy 4-szer is belekezdett, hogy boldog szülni, és mindannyiszor valami még volt, ami miatt még, úristen, még várni kell, elaludt a gyertya, nem tudom, még nem ért oda a torta, és szerencsétlen, mert majdnem elbőgte magát, hogy miért nem énekelheti már el végre. Úgyhogy nem csak azt szereti, hogyha neki van szülinapja, hanem azt is, hogyha másnak. És szerintem ez egy jó tulajdonság. Na hát én úgy tűnik, hogy szerintem ez kész is van. Igen. Mindjárt kész lesz. Hát ez közben valami jó kis díszítés kellett volna a tetejére. Nem tudom. Kakaóval megszórjuk. Jó. Mit szólsz? Jó. Legyen úgy. És kamerán kívül meghívjuk az összes stábtagot egy közös tortelvésre. Kikapcsoljuk. Van valami olyan tapasztalatod, Bea, amit szeretnél megosztani a nézőkkel? Új palacsintasütési trükkök, olyan dolgok, amiket eddig nem tudtál, és most fedeztél fel? Ilyesmi nincs. Nekem a palacsintával kapcsolatban csak egy megjegyzésem van, hogy sosincs belőle elég. Hát ez így van. Na és ez nagyon jó végszó, mert hogy sosincs elég, de mégis egy nagyon szép palacsintatortánk van. Legalább
30-40 palacsintával, úgyhogy reméljük mindenkinek elég lesz. Most nem sokára vendégül látjuk az összes stábtagot. Bea már kikötözi a köszényét, és leveszi. Én meg megköszönöm önöknek az egész napos itt létet, hogy figyelemmel kísérték a műsort, Beának azt, hogy egész nap itt sürgött, forgott a konyhában, és holnap is találkozunk. Legyen további szép napjuk. Viszontlátásra!